Az intézményekre vonatkozó döntéseket az operatív törzs ajánlására, illetve felhívására az oktatási hivatal hozza meg. Pénteken kaptuk készhez a határozatokat, ennek értelmében két intézményt érint a korlátozás, ami a koronavírus járvány miatt ö, ö, került bevezetésre. Az egyik a Bálint Ágnes Óvoda időrendben, ott egy hétre egy csoportot bezártak, ugyanis két dadusnén is koronavírus fertőzött lett, tehát ők hatodikától tizenharmadikáig lesznek ö, bezárva, illetve ez az egy csoport. Ugyanakkor sokkal súlyosabb a helyzet a tündérkert óvodába, ott hat óvodapedagógus is megbetegedett, itt is egy hétre zárják be az intézményt, 9-től 15-ig. Egyébként minden érintettet értesítettek, tehát nyilván az óvodapedagógusok, az intézményvezetők és amiben mi tudtunk, mi is mindenbe segítettünk. Tehát jelenleg az intézményekkel ez a helyzet. Látható volt, hogy korábban a Petőfi iskolát is egy hétre zárták be, tehát egy hétre függesztették fel a tevékenységet. Ugyanakkor pedig mi itt helyben azon dolgozunk, hogy próbáljuk felhívni a figyelmét mindenkinek a járvány helyzetre, a járvány súlyosságára, a maszkviselésre, a távolságtartásra, és az országos intézkedésekre felhívjuk a figyelmet, ahol lehet a fertőtlenítéseket is természetesen végezzük, és minden eszközzel, ami a fertőtlenítés segíti, illetve a dolgozók az intézményekben dolgozók munkáját, azzal segítjük. Tehát legyen fertőtlenítőszer, gumikesztyű, vagy bármilyen eszköz, ami az ő biztonságukat és a, a kezeltek, vagy a, vagy mondjuk így, hogy a, a páciensek biztonságát segíti, vagy az ügyfelek biztonságát. Tehát erre fokozottan figyelünk. Egyébként a két hullám alatt összesen vecsésen 230 megbetegedés volt, igazolt megbetegedés, és most a jelen helyzetben nagyjából 50 pozitív koronafertőzöttünk van, ebből sajnos többen kórházban is vannak. Innen is mindenkinek jobbulást kívánok. Azt kívánom mindenkinek, hogy éppen is egészségesen kerüljön haza, ha esetleg kórházba ápolják, és az itthoniakat is, akik karanténban vannak, hogy mielőbb meggyógyuljanak. Ezen felül szeretnénk, hogy a helyben is lehetne teszteket végeztetni. A mentőállomás vezetővel felvettük a kapcsolatot. A gyors tesztek talán könnyebben elérhetőek lesznek. De a PCR-teszt az egy kicsit bonyolultabb ügy, azt a mentősöknek is le kell egyeztetni. Tehát mi arra kértük őket, hogy ezt helyben lehessen végeztetni. Annyit kell majd értük fizetni, amennyit az országos határozatban, illetve hát az operatív törzs meghatározott, de legalább helyben lehet végeztetni, ez is nagy dolog lenne.